Történelmi kör a Sámándob körül. Hivatalosan is bemutatkozott a magyar kerékpársport legújabb csapata, a Karcag Cycling Team. Minden komolyan vehető fővárosnak, így a nagykunkság fővárosának is van egy kerékpáros csapata, úgy mint Kazasztánban Asztanának is van egy csapata, úgyhogy még nem mérjük össze teljesen magunkat, de a nyár folyamán a mi csapatunk remélhetőleg azért méltó ellenfele lesz a másik fővárosi, az Asztana csapatának. Én nagyon örülök neki, hogy egy kitűnő környezetben egy kitűnő csapat állt össze, és biztos vagyok benne, hogy ez az év a kezdeti év, de már nagyon sok sikert tartogat mindannyiunk számára, és biztos vagyok benne, hogy egy hosszantartó hagyomány, hogy itt az Alföld központjában, a Nagykunság fővárosában, ahol minden gyermek kerékpározik, egyre többen fognak kedvet kapni a versenyszerű kerékpározáshoz, és az egész világ meg fogja ismerni, legalábbis először Magyarországon, Közép-Európába, majd egész Európába a karcagi kerékpáros csapatot. A csapat tagjai Hrenko Norbert, Kárpáti Bálint, Móri, Gosselin, Olivér, Nagy Bendegúz, Olá Zsombor, Pisók Zalán, Solymosi Márton és Túri Dániel, valamint Filutás Viktor kétszeres országúti magyar bajnok. Én bízom benne, hogy idén a bajnokságon jól fogunk szerepelni, mert nyilván az nekünk egy kisebb csapatnak az egy fő cél, egy amatőr csapatként jól szerepelni egy magyar bajnokságon. Ugye említette Jácint, hogy azt én kétszer megnyertem. Oké, alakulnak másképp a dolgok, de én nem vertem ki ezt a fejemből, hogy ilyet még egyszer, vagy többször is még ezt meg lehetne ismételni. Szóval nekem ez nem titok, hogy célom megint magyar bajnoki trikóba versenyezni. A legújabb karcagi szakosztály szeretne külföldi csapatokban tekerő bringásokat hazacsábítani, emellett az ifjúsági korosztályból kiöregedő tehetséges sportolóknak is lehetőséget adni. Nem az a művészet a nagy pénzből csinálni jó csapatot, hanem kis pénzből csinálni nagyon jó csapatot. Az a művészet. És azt mondom, hogy ilyen támogatottsággal, polgármester úrral, képviselő úrral, ahol nagyon szeretik ezt a sportot, nem lesz nehéz ezt elérni. Már csak egy hiányzik, hogy a versenyzők tegyenek oda mindent magukért, hogy minél szebben és jobban hozzák nekünk ezeket gyönyörű sikereket. Elvigyék Karcagvárosnak a hírnevét, nem csak itt, hanem Szerbiába, Romániába, vagy Szlovákiába, és egyszer csak megjelenik egy ilyen karcagi csapat, és féljenek tőle a karcagi csapattól. A csapat már túl is van első közös edzőtáborozásán. Az együttműködés jelen állás szerint egy évre szól, de mindenki biztos abban, hogy ennél hosszabb lesz a társulás. Országosan, és talán egy kicsit az országhatárokon kívül is meghatározó egyesületként tudjon működni. Ehhez nyújt segítséget Karcag városa, ehhez nyújt segítséget a Karcagi Sportegyesület, és hát ehhez nyújtanak olyan segítséget a nézőtéren is jelenlévő szakemberek, a mellettem ülő szakosztályvezető, illetve a szakmai stábot vezető Stubán Ferenc, amely azt gondolom, hogy hosszú távra meghatározhatja ennek a csapatnak a jövőjét. Én biztos vagyok abban és bízok benne, hogy nem egy évre szól, hanem hosszú távra, és azok a fiatalok, akik itt mellettünk ülnek, még nagyon sok szép eredményt fognak elérni a magyar kerékpársportnak, a Karcag Cycling csapatának, és hát bízom abban, hogy a magyar kerékpársportnak is. Karcagon minden adott a biztonságos kerékpározáshoz, de ahhoz is, hogy a kerekezés ne csak szabadidősport, iskolába, munkába járási forma, hanem versenysport is legyen.